világhíradó válogatás, amiről a héten lemaradt. Katie Gargiano, 23 éves lánya Elle egy barátnőjével érkezett a Las Vegas-i koncertre Kaliforniából. Mikor a lövöldözés megkezdődött, őt is találat érte, mégpedig a fején. Azóta is az életéért küzd. Azért van még életben, mert a golyó nem hatolt át a koponya csontján, és azért, mert éppen egy szakképzett mentős volt a közelében, aki azonnal elkezdte ellátni a sebet. Egy másik társa pedig már jött is egy autóval, és mintha angyalok lettek volna, azonnal beszállították a legközelebbi kórházba, mondja az édesanya, aki szerint nem múlik el nap, hogy ne gondolna hálával lánya megmentőire és a kórház személyzetére. A vasárnap esti lövöldözés óta sorra kerülnek nyilvánosságra az áldozatok szívbe markoló sorsai, egy-egy önzetlen jótevő életmentő tette. A tragédiának már legalább 58 halálos áldozata és 500 körüli sérültje van, akiknek a vérellátása érdekében egész Las Vegas összefogott. Napok óta kígyóznak a sorok a véradó pontoknál. Las Vegasba látogatott feleségével együtt Trump elnök is, aki az áldozatok hozzátartozóinak és az egészségügy dolgozóinak is kifejezte tiszteletét és együttérzését. Azt ugyanakkor még mindig nem tudni, mi volt Stephen Paddock indítéka, amiért az amerikai történelem legvéresebb lövöldözését elkövette. Apró részletek ugyanakkor kezdenek tisztázódni. A megyei sheriff elmondása szerint kiderült, hogy Paddock egy héttel a vérengzés előtt is Las Vegasban járt, az Élet Szép elnevezésű zenei fesztivál alatt. Akkor a belvárosi Odgen Hotelben bérelt szobát. A nyomozók elemzik a biztonsági kamerák akkor készült felvételeit. A Las Vegas-i rendőrség szerint Paddock aprólékosan megtervezte a fegyveres támadást, következetesen gyűjtötte a legálisan megvásárolható fegyvereket, amelyeknek egy részét sorozatlövővé alakította át, valamint biztonsági kamerákat szerelt fel a szálloda folyosóján és szobája ajtajánál, hogy szemmel tudja tartani a kiérkező rendőröket. Zavarodottnak és veszélyesnek nevezném Stephen Paddockot. Annyit tudunk róla, hogy évtizedeket töltött el fegyverek és lőszerek gyűjtögetésével. Titkos, zárkózott életet élt, amit talán soha nem fogunk teljesen megérteni, mondta a megyei sheriff. Közben megszólalt Paddock barátnője is, aki még a rendőrségi nyilatkozat előtt szintén azt állította, a férfi teljesen elrejtette előle titkos életét. A nő ügyvédjén keresztül nyilatkozatban tudatta a közvéleménnyel, hogy teljes mértékben együttműködik az FBI-jal és a Los Angeles-i rendőrséggel, hogy segítsen a lövöldözés felderítésében, amit borzalmasnak és kimondhatatlan mértékű erőszaknak nevezett. Üres lelátók az FC Barcelona Las Palmas bajnoki mérkőzésen. A katalán klub azután döntött a zárt kapus meccs mellett, hogy erőszakos összetűzések voltak a városban a rendőrök és a szavazni vágyók között. A Katalónia függetlenedéséről szóló népszavazást a spanyol központi kormány minden erejével próbálta megakadályozni. Több ezer rendőrt vezényeltek a tartományba, hogy erőszakkal tartsák távol az embereket a szavazóhelyiségektől. Több helyen betörtek a fülkékbe és elvitték az urnákat. Máshol a rohamrendőrök elzárták a helyiségek bejáratát. Egyes helyeken az egyenruhások gumibotokkal ütötték a tiltakozókat, gumilövedékeket vetettek be. A videókon még az is látszott, hogy voltak, akiket a hajuknál fogva rángattak el. A délutáni órákra nem csak a szavazóhelyiségekben szabadult el az erőszak, hanem az utcákon is. Több ezer ember tüntetett a függetlenedés mellett, és egyben tiltakozott a rendőri erőszak ellen. A referendumot azonban a hatóságok nem tudták megakadályozni. A tartományban az 5,3 millió szavazásra jogosult személyből 2,2 millió járult az urnákhoz, akiknek 90%-a a függetlenségre voksolt. Mindezt a katalán elnök jelentette be a késő esti órákban, hozzátéve, jogot nyertek az önálló államalapításra, és arra, hogy a saját jövőjüket meghatározzák. A Katalóniában kialakult helyzet, amelyet az elnyomás és a valóság teljes tagadása generált, többé nem belügy, hanem európai ügy. Azokra az alapvető értékekre hivatkozunk, mint a békés együttélés és a szabadság, amelyet sok évtizede építettek, mondta a katalán vezető. Teljesen ellentétesen ítéli meg a helyzetet a spanyol kormányfő. Mariano Rajoy a szavazás éjszakáján azt mondta, nem tartottak referendumot Katalóniában, az erőszakért pedig a katalán vezetést hibáztatta. Sabían que el referéndum era
A katalán vezetők tudták, hogy a referendum jogellenes, helytelen és lehetetlen volt, mégis megtették, és ezzel támadást indítottak a jogállamiság és a demokrácia ellen, mondta a miniszterelnök, aki ugyanakkor törvényes párbeszédet ajánlott a katalán vezetésnek. Hátat fordított a katalán ügynek az Európai Bizottság is. Jean-Claude Juncker szóvivőjén keresztül azt üzente, a konfliktust Spanyolország belügyének tekinti. We call on all relevant players. Arra kérjük a feleket, hogy a konfliktus helyett a párbeszédet válasszák. Az erőszak soha nem lehet a politika eszköze. Bízunk abban, hogy Rajoy miniszterelnök képes kézben tartani az ügyet, mondta a szóvivő. A katalán kormány hétfőn rendkívüli ülést tartott a helyzet kiértékelésére. Az elnök ezután azt mondta, bizottságot hoznak létre, hogy kivizsgálják a vasárnapi erőszakos cselekményeket, amelyek szerinte az alapvető emberi jogok megsértése volt. A politikus egyúttal követelte a népszavazás miatt átvezényelt spanyol rendőrök és csendőrök kivonását Katalóniából. Hazaküldenek 15 kubai diplomatát az ország washingtoni nagykövetségéről. A döntést kedden jelentették be. 7 napot hagytak nekik a távozásra. Nemrég amerikai diplomatákat is visszahívtak Havannából, miután 22 embert titokzatos támadásért, amely egészségügyi problémákat okozott. This is not a punishment. Ez nem büntetés, és nem a kubai kormányt tesszük felelőssé a támadásokért. A nyomozás még zajlik, és nem tudjuk, ki a felelős. A bécsi egyezmény értelmében Kubának feladata lenne a diplomatáink és családjuk védelme, mondta egy külügyi szóvivő. A washingtoni kormány azt állítja, hogy a nyomozás idejére ki akarta egyenlíteni a 2 nagykövetség személyzetének létszámát. A havannai vezetés tiltakozik a szerinte politikailag motivált döntés ellen, és tagadja, hogy nem védené meg az amerikai diplomatákat. A történtek tisztázását nehezíti, hogy a szakértőink nem találkozhattak a diplomatákkal és az őket vizsgáló orvosokkal, az Egyesült Államoktól pedig nem kaptak megbízható és ellenőrizhető bizonyítékokat, mondta a kubai külügyminiszter. A Szigetország fővárosában élesen bírálják a washingtoni kormány döntését. Egy helyi kávézó amerikai tulajdonosa szerint a hasonló lépések csak bizonytalanságot teremtenek azon amerikaiak körében, akik Kubában akarnak vállalkozni. Nem jobb a helyiek véleménye sem. Kuba betartja a nemzetközi egyezményeket, de az ilyen amerikai döntések sértik azokat. Ráadásul tiszteletlenség a képzett diplomatákkal szemben, akik egy kormány nevében végzik a munkájukat, mondta ez a férfi. A mostani csörte akadályozhatja a két ország kapcsolatának javulását, amely 2014 végén indult meg Barack Obama előző amerikai elnök kezdeményezésére. A nagyköveti szintű kapcsolat a kubai forradalom után szakadt meg, és gyakorlatilag több mint 50 éven át szünetelt. Iránnak és Törökországnak közösen kell tennie a szomszédos országok területi épségének megőrzése érdekében. Erről állapodott meg egymással a török és az iráni elnök. Ankara és Teherán nem fogja elfogadni, hogy a külföldi országok által szított etnikai és vallási feszültségek miatt széthulljanak a régiós országok. Irak és Szíria is szuverén ország, a földrajzi határok megváltoztatása semmilyen körülmények között nem elfogadható lépés, fogalmazott az iráni elnök. A két egyébként feszült viszonyban lévő ország vezetőit most az iraki kurdok önálló államáról szóló népszavazása hozta egy asztalhoz. Ez egy törvénybe ütköző referendum volt. Már eddig is tettünk lépéseket ez ellen, de most Irán, Törökország és az iraki központi kormányzat részéről jóval határozottabb fellépés várható, jelentette ki Recep Tayyip Erdoğan. A török elnök külön kiemelte, a népszavazás törvényességét egyedül Izrael ismerte el. Ankara már eddig is határozott lépésekkel hozta tudtára az iraki kurdoknak a véleményét a kialakult helyzetről. Erbillel szemben egy sor gazdasági, diplomáciai és katonai szankciót léptettek életbe, felfüggesztették a régióba induló repülőjáratokat, és egy naponta több százezer hordónyi olajat szállító vezeték elzárását is kilátásba helyezték. Az iraki kormányfő csütörtökön Párizsba látogatott, ahol Emmanuel Macron kijelentette, kész közvetíteni az iraki kormány és a vitatott népszavazást követően függetlenségre törekvő kurdok között. Egy erős iraki állam az érdekünk. A következő hetekben párbeszédet kell kezdeményezni, de tiszteletben kell tartani az ország területi egységét és szuverenitását. De el kell ismerni a kurdok jogait is.
nyilatkozta a francia elnök. Haider al-Abadi a 2005-ben elfogadott iraki alkotmányra hivatkozva szintén kijelentette, nincs alapja a kurdok függetlenségre való törekvésének. Arra kérem a pesmergákat, a jövőben is dolgozzunk össze, miként az iszlám államot is közösen győztük le. A megkezdett munka folytatására van most szükség a központi kormányzat irányítása mellett, mondta az iraki kormányfő. Üzent az ügyben Vlagyimir Putyin is, az orosz elnök kijelentette, Moszkva a belemavatkozás politikáját követi, és hozzátette, rendkívüli óvatossággal kell eljárni, nehogy felrobbanjon a pattanásig feszült helyzet. Az iraki kurdok pedig gyásznapot tartottak, most temették el a hét elején 83 éves korában elhunyt Jalal Talabani kurd vezetőt, aki egyben Irak első nem arab elnöke is volt. A kurdok önrendelkezését támogató politikus 2005 és 2014 közt állt a közel-keleti ország élén. Sokan várták hétfőn Gázában Rami Hamdallah palesztin miniszterelnököt. A delegációjával együtt Cisziordániából érkezett az övezetbe. Abbas elnök utasítására Gáza szívéből üzenjük a világnak, hogy a palesztin állam nem jöhet létre úgy, hogy Gáza és Cisziordánia között nincs földrajzi és politikai egység, mondta a palesztin kormányfő. Azt nem részletezte, hogyan létesítenének földrajzi kapcsolatot a két terület között, amelyek közé jókora izraeli terület ékelődik. A zsidó állam 2005-ben vonta ki telepeseit Gázából, ahol két évvel később hatalomra jutott a Hamász. Arra számítok, hogy a következő napokban a palesztin kormány megkezdi feladatai ellátását Gázában, és ezzel a humanitárius problémák közül néhány gyorsan megoldódik, mondta az ENSZ közel-keleti külön megbízottja. Az izraeli miniszterelnöki hivatal diplomáciai miniszterhelyettese szerint viszont a palesztin egység kormányról szóló tárgyalások ezúttal is kudarcba fulladnak majd, ahogy már többször. Minden arab szomszédunkkal békét akarunk, a palesztinokkal is. Ha Abbas is békét akar, akkor nem törődik a Hamas terroristáival, nem neveli arra a palesztinokat, hogy izraeli zsidókat gyilkoljanak, és 8 év után visszatér a tárgyalóasztalhoz, mondta a miniszterhelyettes. A nehéz gazdasági helyzetben lévő gázai övezetbe érkező külföldi segélyeket a Hamas fegyverkezésre fordította, ezért amint egy 1,5 milliós lakosság elszegényedett. A területről rendszeresen lőnek rakétákat Izraelre. Izrael szempontjából ezek a tárgyalások csak akkor jelentenek bármit, ha a palesztin hatóság lefegyverzi a Hamaszt, amire valószínűleg nem képes. Ez lenne a legfontosabb kérdés, de a palesztinok pont erről nem tárgyalnak, mondta egy politológus. A Cisziordániából érkezett palesztin kormány már össze is ült Gázában. Bár a Hamas terroristáival szemben sokan mérsékeltnek tartják, pénzzel támogatja a merénylők családját. A brazil katonai rendőrség egységei özönlötték el drogkereskedők és kábítószerraktárak után kutatva ezt a riói nyomornegyedet. A razzia során 4 ember vesztette életét. Az elmúlt évben drogbandák közötti konfliktusok miatt a környéken megnőtt a lövöldözések száma. Augusztusban pedig eltévedt brit turistákra is rálőttek egy Rio melletti nyomornegyedben. Készek vagyunk 10 000 embert bevetni. Most 700 katonát mozgósítottunk, és még 100 érkezik. Ha szükséges, bevetünk még több embert, mondta a brazil védelmi miniszter. A Rosinha negyedben 180 ezeren élnek, akiknek átlagkeresete havi 245 dollár, azaz 65 ezer forint. A nyomornegyed a drogkereskedők fészke. A hatóságok már 2008-ban megpróbálták megtisztítani, 5 évvel később azonban újra eluralkodott az erőszak. A brazil kormány a rendőrség tehetetlensége miatt a katonaság bevetésében látja a megoldást. A katonaság jelenléte nem változtat semmin. Ez nem a katonaság feladata. A nyomozások, amelyek szükségesek a helyzet megoldásához, szintén nem a katonaság feladatai, mondta ez a szociológus. A hatóságok célja a nyomornegyedek teljes megtisztítása a drogbandáktól.